Hétfőn kezdődik az oltási akció hét. Az oltakozni vágyókat minden nap reggel 7 és este 7 között várják az ország 101 kórházában, valamint a szakrendelőkben. György István államtitkár azt mondta, az akció héten az oltásra érkezőknek nem kell előzetesen időpontot foglalniuk, időpontra bejelentkezniük vagy regisztrálniuk, így mindenki könnyen hozzájuthat a vakcinához. Tegnap több mint 11 ezer új fertőzöttet regisztráltak és 135 beteg vesztette életét. Békés Csabán naponta legalább 500 ember kapja meg a koronavírus elleni vakcinát, és folyamatosan bővíteni kell a helyek számát, mert napról napra többen kérik a védőoltást. A jövő hétre már most több, mint 700-an regisztráltak. Az elsőkörös oltásokra is nőtt a regisztrálók, illetve az oltásra megjelentek száma. Az igényekhez igyekeztünk és igyekszünk alkalmazkodni, oltópontjaink kapacitását bővítettük, meghosszabbítottuk a nyitvatartást, további időpontokat közöltünk ki, illetve új oltópontot is nyitottunk. Reggelig csak nem 6 millió 18.000-en kapták meg a vakcina első dózisát Magyarországon. Közülük mintegy 5 millió 789 ezeren a második, 1 millió 765 ezeren pedig már a harmadik oltásukat is felvették. November 22-e és 28-a között még egy külön oltási akció hetet is tervezünk. Hétfőn kezdődik az oltási akció hét, amikor előzetes regisztráció és időpont foglalás nélkül is beadják az oltásokat. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár azt mondta, hétfőtől vasárnapig reggel 7 és este 7 között várják az oltakozni vágyókat az ország 101 kórházában, valamint a szakrendelőkben. Fontos az, hogy akik még nem oltakoztak, ők is oltassák be magukat. Akik nem oltakoznak, saját egészségüket, életüket, környezetüket, családjukat, tágabb környezetüket is veszélyeztetik. Az egyetlen hatékony védekezési eszköz az oltás a COVID-vírus ellen, COVID-járvány ellen. A kórházak készülnek az oltási akcióhétre, új oltópontokat nyitnak, illetve növelik a személyzet létszámát is. Mindenhol van elég vakcina, válogatni is lehet. Somogy megyében 4 kórházban és 2 szakrendelőben várják az oltakozókat. A legfontosabb az oltásoknak a felvétele, mind az első, második, mind az emlékeztető oltás felvétele. Ezen kívül pedig nagy tisztelettel kérek mindenkit az egyéni védekezés további lehetőségeinek a betartására. Debrecenben hétfőtől 40 oltóhelyen naponta 7000 ember beoltására lesz lehetőség. Az orvosok mindenkit arra kérnek, hogy a személyi igazolvány mellett a beleegyező nyilatkozatot, és ha volt már oltása, az akkor kapott dokumentumokat is vigye magával. Kérek mindenkit, hogy aki teheti, az kitöltött beleegyező tájékoztató nyilatkozatot hozzon magával, és ne felejtse otthon nem a kis plastikkártyáját, azt is hozza, illetve hanem azt a kis oltási igazolást, amit az első két oltás során kapott. Csak az oltással győzhető le a negyedik hullám, ami felszálló ágban tart. Egy nap alatt 11.289 új fertőzöttet azonosítottak, és 135 ember vesztette életét. Több mint 6000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 613-an vannak lélegeztetőgépen. Nem az van, csak a korosak vannak benne, meg a nagyon sok egyéb társbetegséggel érintettek. Korosztálytól függetlenül mindenkit érint a minden eddiginél fertőzőbb delta variáns. Erről a Honvéd Kórház főigazgatója beszélt az M1-en. Vikonkál Norbert azt mondta, az oltottak és az oltatlanok között viszont jelentős a különbség, ugyanis akik oltás után kerülnek kórházba, azok túlnyomó többségének társbetegségei is vannak. Míg a vakcinát elutasítók között olyanok is vannak, akiknek semmilyen más betegségük sem volt. Aki oltott és úgy kerül kórházba, az vélhetőleg egyébként nagyon hamar meg is halt volna egy korábbi oltatlan állapotában. Aki viszont nem oltott, és úgy kerül kórházba, annak a sorsa kétséges, tehát ott nem lehet tudni, hogy milyen hatással lesz le a vírus, tehát sajnos a rossz kimenet is benne van a könyvben. Vikonkál Norbert hangsúlyozta, a kórházba kerülők többsége oltatlan, ezért még mindig nem késő beadatni a vakcinát, ugyanis az oltás után minden eltelt nappal erősödik a vírus elleni védelem.